Virágkiállítással összekötött kertészeti konferenciát tartottak városunkban. A jelenlévő kertészeket és kertépítő cégeket Papp Gábor polgármester köszöntötte, aki kiemelte. Büszke arra, hogy Hévíz a kialakított virág és zöld felületek tekintetében mintaként tud szolgálni, és a közösségi portálokon is időnként több ezer észrevétel érkezik a virágba borult városról. A hévízi lakók, illetve a Hévízre érkező kül- és belföldi vendégek megszokhatták azt, most már szerencsére, hogy nagyon rendezett, és mindig megújuló, egy éven belül is többször megújuló virágágyások, illetve zöld felületek fogadják a várost. Arra természetesen egyértelműen törekszünk, hogy minél több zöld felületet tudjunk adott esetben megújítani, és adott esetben úgy is megújítani, hogy újakat megtalálni a város különböző pontjain. Az utóbbi másfél hónapban több nagy vihar is tombolt Hévízen és környékén hatalmas csapadék intenzitással. Ennek ellenére a városban csupán néhány virágágyás sarka sérült meg a lezúduló víz miatt. Mint a GAMESZ vezetője elmondta, ez köszönhető a talaj precíz előkészítésének, és természetesen a növények minőségének is. A növények rendkívül jó egészségi állapotban voltak, mire megjöttek a viharok. Nagyon jó biológiai produktummal rendelkeznek, ezek rendkívül tűrőképes növények. Úgy választjuk meg a tervezéskor, hogy úgynevezett betonbiztos kiültetések legyenek. A növény ne sérüljön, ne legyen kártevője, ne kelljen semmiféle fenntartási problémával rendelkeznünk a nevelés folyamán. Ez nemesítői feladat, hogy ilyen növényeket hozzanak létre. Hévíz pedig követi a legújabb nemesítő irányvonalakat, melynek köszönhetően évről évre nő a virágok tűrőképessége. A konferencián bemutatták a legújabb javított fajtákat, ezen kívül jó alkalom nyílt a tapasztalatcserére, és a szakemberek megismerkedtek városunkkal is.